Még mindig csak az aláírások összegyűjtésének stádiumában van a bizalmatlansági indítvány benyújtása, jelentette ki Ludovik Orbán liberális pártelnök az alakulat végrehajtó bizottságának mai ülése után. Azt állítja azonban, hogy elkezdődött a visszaszámlálás, hamarosan benyújtják az indítványt. Zilele, sunt numarate. Jelentette ki dörgedelmesen Ludovic Orbán liberális pártvezér a politikai alakulat végrehajtó bizottságának mai ülése után. Ugyanakkor kiderült viszont, hogy továbbra sincs pontos időpont arra vonatkozóan, hogy mikor nyújtják be az indítványt, csak az aláírások gyűjtése és az egyeztetés zajlik, közölte. Ezen a héten véglegesítünk minden egyeztetést azokkal a politikai alakulatokkal és parlamenti csoportokkal, amelyek szerepet kívánnak vállalni ennek a Románia számára katasztrofális kormányzásnak a megbuktatásában. Ismertettem a kollégákkal, hogy milyen stádiumban vannak az egyeztetések. Az a célunk, hogy ezen a héten összegyűjtsünk annyi aláírást, amennyi szükséges a bizalmatlansági indítvány sikeréhez. A liberális pártvezér ugyanakkor felszólította a szociáldemokrata kormányt, vonja vissza a Rovana Plumb jelölését az Európai Bizottságba. Orbán szerint a Romániát képviselő biztos nem felel meg a feladatnak. Ugyanakkor azt is előrevetítette, hogy az Európai Parlament nem fogja megszavazni a biztosi kinevezését, ezzel pedig szégyenbe hozza a Romániát.